Több ezer embert vonzott ki a Petőfi térre a Korda 85 produkció, amely a 30. kiskörösi szüret és szlovák nemzetiségi napok szombati napján volt látható Korda György és Balázs Klári énekes házaspár előadásában. Minden nap rácsodálkozunk, amikor ilyen nagy közönséggel és nagy előadást csinálunk, és ilyen sok emberrel találkozunk. Ez egy csoda. Ez a sorsnak egy nagy ajándéka. Igen. Ezért, hogy ez így van. Mert lehet szerénykedni, és tényleg szerénynek kell lenni, de ez az egész világon is egy ritka dolog, hogy most csak magamról beszélem, mert Klárik az örök fiatal, hogy egy ilyen korú énekes, ilyen széles körben népszerű is. Szóval ez ritkaság. Úgyhogy nem tudom eléggé meghálálni. A házaspár sikere évtizedek óta töretlen, nem csak az idősebb korosztály, hanem a fiatalabbak körében is. Megosztották velünk azt is, hogy egy fellépési napjukon már teljesen máshogy indul a reggelük. Ennyi év és tapasztalat után is dolgozik bennük egy kis lámpaláz. Korda György elmesélte nekünk, hogy nem először járt városunkban. Valamit el kell mondanom Kiskörösről, amiért nekem a szívemben van. 1962-től 64-ig voltam katona. Bevitte katonának. Sorkatonának. És 84-ben, amikor már Klárikával 4 éve házasok voltunk, szóval kaptam egy levelet. Adja le katonai felszerelését Kiskörösön. Klárika, hát itt 20 éve nem láttam, hol van az utcus. Megtaláltuk. És lejöttünk együtt ide Kiskörösre, ide a lakszágyába, és itt adtuk le. És azóta nekem ez nagyon kedves nagyon volt. Most nekem is mondom, ezen túl vagyunk, nem vihetik el katonának többet. A rengeteg fellépés ellenére Korda György és Balázs Klári teljesen hétköznapi életet élnek. Klári teendői közé tartozik a háztartás vezetése is. Azt szoktam csinálni, hogy hétfőn ulti partia van, csütörtökön póker partia van, és a városban adódó, elintézendő dolgokat hétfőre és csütörtökre teszem. Hogy akkor ő úgy sincs otthon, és akkor én azokat elintézem, és akkor ő azt gondolja, hogy Klárikának semmi dolga, és ott mégis minden el van intézve. Hát viccelek, de... Igen, mindig hazamegyek a kártyázás, most mindig Klárikát kérdezem, ki pihented magad? Szerintem nem tudtam, a dolgokat intéztem. De ezt azért csinálom, egyrészt nem szeretem a Gyurit magára hagyni, másrészt pedig ezzel is spórolok, tehát hogy több idő jut arra. Tényleg, hogy sokszor annyit utazunk, és olyan sok munkánk van, hogy nem tudunk dolgokat megbeszélni. A koncert igazán látványosra sikeredett, hiszen zenekarral és táncosokkal érkeztek. Természetesen felcsendültek a legismertebb számaik is, mint például a Reptér vagy a Lady Anne is.